Idén 15 éve önálló Vésztőn az Alapfokú Művészeti Iskola. Mára már 4 művészeti ágban dolgoznak, így a zeneművészet, képzés, iparművészet, a táncművészet és a dráma. Jelenleg közel 300 gyermek tanul az intézményben, akikkel közösen egy jótékonysági hangversenyt rendeztek még november közepén. Ez pontosan november 14-én szombat este volt, jótékonysági koncert a művészetekért, művészeti iskolásokért. Alapítványon fáradozunk, hiszen az előbb is mondtam, hogy nagyon sok nehéz helyzetben lévő tanulónk van, és ugye a szülők is már jeleztek felém, és ennek a befolyó összegnek bizonyos százalékából nyilván támogatni szeretnénk azokat a tanulókat, akik hátrányos helyzetben vannak, és azokat is szeretnénk jutalmazni, akik kiemelkedő képességűek, hiszen most sorban lesznek a versenyek, és nagyon sok ilyen tanulónk van. A jótékonysági hangverseny nagyon jól sikerült, színvonalas produkciókat láthatott a közönség. Én azt gondolom, hogy 14-én, aki ide eljött erre a koncertre, a magas művészetnek a szeletéből kapott egy nagyon jó példát. A hangverseny napján is lehetett támogatni a művészeti iskolát, azonban ez még folyamatosan decemberben is megtehető. Árusítottunk 200-500 és 1000 forintos jegyeket, amelyeket december 31-ig árusítani is fogunk. És úgy gondolom, hogy ha ezeket a szülők és akik úgy gondolják, megveszik, ezzel nagy mértékben támogatnak bennünket, és ezzel januárban be tudnánk jegyeztetni az alapítványt is. A jótékonysági este létrejöttében többen is támogatták az intézményt. Azt érzékelem, hogy támogatnak a kollégáim, támogatnak a szülők, és a Bartók Béla Nevelési Központ dolgozói is nagy mértékben ott álltak mellettünk, és én ezt mindenkinek szeretném megköszönni, akik a legkisebb összegű jegyet is vásárolták, hiszen ezzel nagy mértékben segítettek bennünket, és segíteni fogják a munkánkat. A hangverseny tehát nagy sikert aratott, így szinte biztos, hogy a jövőben több hasonló koncert lesz még a Vésztői Művelődési Központban.